A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászhegykun-Szolnok vármegyei szervezete és a Jászhegykun-Szolnok vármegyei Gazdakörök Szövetsége tájékoztató fórumot szervezett az országos jégkármérséklő rendszer továbbfejlesztését szolgáló, gyakorlatorientált műszaki megoldások alkalmazásának lehetőségeiről Tiszafüreden, a Kérész Központban. Tiszafüred és elsősorban Tiszató térségében élő gazdálkodóknak arra az igényére reflektált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a MAGOSZ és a Jászhegykun-Szolnok vármegyei önkormányzat, amelyik a klímaváltozás káros hatásai miatt a csökkenő és eléggé hektikusan, eléggé szélsőségesen érkező csapadékmennyiség egyik lehetséges okát igyekezett feszegetni, és arra kerestük a választ a szakemberekkel és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, Györfi Balázs elnök úrral, hogy vajon mi lehet a valós oka annak, hogy a csapadék mennyisége mind mennyiségében, mind időszakában, lehullás idejében eléggé nagy szélsőségeket mutat. A tájékoztató fórumot megtisztelte jelenlétével dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter is. Van egy nagyon nagy rendszer, egy rendkívül nagy rendszer, ami változik, az időjárás mindig változik, ezért is nem időnek hívják, hanem időjárásnak. És akkor ebbe kell elhelyeznünk nekünk a mi éghajlatunkat, ami erre konkrét adatok vannak, a 60-as évek közép-bulgáriai klímájának felel meg, a melegedést azt valamennyien látjuk. Hát vannak többen, akik a 60-as évekre még emlékeznek, én gyerek voltam, de tényleg más volt, még a 70-es években is más volt az éghajlat. Ma Közép-Bulgária, ahol volt szerencsém egyébként ezt a biciklivel letekerni odáig, az rendkívül forró, tehát nem tudom, ilyen szaharai jellegű. Ugye itt vagyunk mi középen a 60-as évek Közép-Bulgáriájával, és a mi éghajlatunk a korábbi, amit sokan megszoktak, és az egész mezőgazdálkodás szemléletmódja ehhez igazodik, ez az alap, amire figyelemmel próbálunk boldogulni ezen a tájon, az most fönt Varsó környékén Közép-Lengyelországban található. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a rendezvényen elmondta, a világ folyamatosan változik, de az ember mindig képes alkalmazkodni a körülményekhez. Mindig valami változott, és mindig próbáltuk megmagyarázni a körülöttünk lévő változások okait, hiszen az ember azért egy gondolkodó lény, hogy megtalálja a magyarázatokat, és megtalálja a megoldásokat. És itt mondtam a jégkár elhárító rendszer üzemeltetőinek, hogy óriási szerencséjük van, hogy nem 300-400 évvel ezelőtt születtek, és nem akkor üzemeltetnek egy ilyen rendszert, mert akkor biztos mágián végezték volna, mert valaki biztos felelős volt a hidegért, biztos felelős volt valaki az aszályért, és akkor is megtalálták a felelősöket, hogy meg tudják magyarázni, hogy mi miért van. De most már gondolom a 21. században most már a tudomány egy kicsit fejlettebb. Az orvostudománytól kezdve a mérnöki tudomány, és a meteorológia egy olyan bonyolult, ahogy miniszter úr is mondta, egy olyan bonyolult tudomány, ami számítógépes modellekkel is nagyon nehezen előrejelezhető, de ez is egy tudomány, szakemberei vannak. A köszöntő gondolatok után Huba Imre, a Jászhegykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke is üdvözölte a megjelenteket, majd Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke tartott előadást a téma kapcsán. Az országos jégkármérséklő rendszer 2018 óta óriási hatékonysággal képes a jégkár megelőzésére, vagy annak az érdemi csökkentésére. Ugyanakkor rendszeresen felmerül az a kérdés, hogy vajon van-e köze a csapadék térbeli eloszlásához, illetve a lehullott csapadék mennyiségéhez. Ugye egy aszályos időszakban mindig gazdálkodók kicsit érzékenyebben kezelik ezt a kérdést, és azt gondoltuk, hogy az a helyes és az a jó, hogyha eljövünk és tényadatokkal tájékoztatjuk őket arról, hogy mi a valóság. Hogyha az ország teljes területét nézzük, mert pedig nyilván egy rendszer teljes egészében érdemes vizsgálni, azt látjuk, hogy az aszályos, illetve a csapadékosabb időszakokban, években érdemi különbség nincs abban, hogy hány napot, hány órát mentek ezek az eszközök. Sőt, az indulás óta folyamatosan tudjuk akár a működési napok, akár a működtetett órák számát csökkenteni, ez nekünk is érdekünk, hogy hatékonyabban tudjunk működni, hiszen az ezüstölid, amit használunk, ami a jégszámcsék nagyságát tudja csökkenteni, az a 2,5-szeresére emelkedett, tehát ekkora drágulás mellett nyilvánvalóan kétszer is meg kell gondolni, hogy mikor indítjuk el ezt a rendszert, és mennyi ideig üzemeltetjük. Györfi Balázs, mint európai parlamenti képviselő jelölt vett részt az eseményen. Az előadót a június 9-i választások tétjéről is kérdeztük.
Az Európai Unió agrárpolitikája láthatóan az elmúlt 5 évben egy zsákutcába jutott. Alapvetően egy gazdaellenes, gazdákat negatív színben feltüntető politika nyert polgárjogot, aminek a következményei rendkívül súlyosak. Az Európai Unió egyre eszetlenebb szabályozásokkal igyekszik korlátozni az európai gazdálkodóknak a lehetőségeit, és ennek nagyon nagy hatása van az élelmiszer árakra is. Ezek mesterségesen drágítják az élelmiszert, minden mellett pedig, miután ezeket a szabályokat a gazdák igyekeznek betartani, harmadik országból, Európai Unió kívüli országokból mindenféle kontroll ellenőrzés nélkül áramlik be az élelmiszer, illetve az élelmiszer alapanyag az Európai Unió területére, ami ugye most az ukrán termékek vonatkozásában egy széles köznyilvánosságra is került, és e tekintetben azt gondolom, hogy egy érdemi változásra van szükség, remélhetőleg egyre több olyan politikus számol bejutási eséllyel az Európai Parlamentbe, aki nem a mezőgazdaság ellen kíván dolgozni, hanem a gazdálkodókkal együttműködve próbálja kezelni a klimatikus változásokat és annak a környezeti értéknek a fenntartását, ami egyébként a gazdálkodóknak is érdekük. Huba Imre, a Jászhonykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a június 9-i választások sorsdöntőek lesznek a magyarság jövője szempontjából. Nem csak azért, mert polgármestereket, önkormányzati képviselőket és vármegyei közgyűlést választunk, hanem azért is, mert akkor lesznek az európai parlamenti választások is, és Magyarország számára egy történelmi lehetőség látszik kirajzolódni, hiszen Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét látjuk, hogy befutó helyen szerepel a Fidesz-KDNP Európa parlamenti képviselői listáján, és az a hely, amit ő kapott, az annak is szól, hogy ennek a társadalomnak, a gazdatársadalomnak a megbecsültsége az rendkívüli sokat erősödött, mióta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felállt. A tájékoztató fórum zárásaként felszólalt Jakab István, az országgyűlés alelnöke is. Zárásként a megjelent gazdálkodók is feltehették felmerülő kérdéseiket a szakemberek felé.